gyönyörű, ugye? Csak mert a szemöldöke olyan gyönyörű, ugye? Csak mert karcsú, mint én. Fontosabbak a belső értékek? Nem fontosabb a szép szépsége, mint a külső szépség? Muszáj ahhoz szépnek lenni, hogy az ember őszintén megszeresse valaki, csak a külső számít, semmi más? Nézd, Muszáj, félre értettél engem. Szerelmes voltam veléd. Én tényleg szerettelek. Hogy más fog úgy szeretni, ahogy én szeretlek, hogy más tud úgy szeretni, ahogy én. Azt hiszed, hogy összefakul, fogja a holmiát, és maga mögött hagyja a házát, és mindent a kedvedért, ha? De én megtettem volna, én igen. Nem akartam tőled semmi más, csak hogy te legyél a családom, és melletted állassak a halálig. Vigyáztam volna rád, mostam volna a ruhádat. Jók, ha szöktem volna, még a gyerekeidre is gondolt is lettem volna, Iliász Petrén. Uzafel, kérlek az Isten szerelmére, hallgass meg engem is. Én hallgassalak meg, Iliász. Ugyan miért? Ha meghallgatlak, megszeretsz. Ha meghallgatlak, akkor szerelmes leszel belém. Nem tudom, hogy ez lehetetlen, Iliász. Látod? Te is tudod, és én is tudom. Ezért nem hallgatnak meg többé. Soha többé nem hallgatom meg, amit mondasz. Nézd, én csak... Ne merj hozzám érni! Soha többé nem merj hozzám érni, értetted? Nem kínoszhatsz meg újra és újra, érted, Iliász?